vásárhelyen szolgálok most már 2,5 esztendeje. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, ugyanis ezt már Kézdin is említettem. Első alkalommal szolgáltam Kézdi vásárhelyen interjú szertartás szerint a híveknek, itt most már ez akkor a második alkalom, egy nap alatt, és nagyon jó élmény és csodálatos esemény együtt lenni. 98-ban végeztem a teológiát, akkor 2 évre segédlelkészi szolgálatra Vásárba kerültem, Istenesvár mellé, illetve Lugoshoz közel Szabári falvára, egy magyar telepített faluban, amely azóta sajnos megfogyatkozott, az 1301 néhány magyar református maradt. 2 év után pedig onnan, akkor az egyetemet elvezett feleségemmel haza költöztünk Háromszékre, ugyanis mindketten idevalósiak vagyunk, ő is kovásznai. Papot szívott meg akkor lelkészének, ahol 7 évet szolgáltam. A papolci évek gyarapították a családunkat a 2 fiunkkal, akik közül az egyik nem sokára 7 éves lesz, a kisebbik pedig 5,5 éves. Ők nagy áldás számunkra, és nekem különösképpen szemem fényei a 2 fiam. És boldog vagyok, hogy Isten velük áldotta meg az életünket. A feleségem családom most kezdetben Pakolcon, nyilvánul hoztam létre egy rendelőt, és ott kezdte el a praxisát, majd Zárdonba, a községközpontba ment át. Jelenleg is Kézdivásárhelyről oda ingázik át, nem akartak a régi betegeit otthagyni, ugyanis ismeri már őket, szinte úgy, mint ahogy az idében mondtam, illetve mondta a Jézus a tanítványoknak, hogy a szomorú ábrázatról és akár egy panaszos szóból is érti és érzi azt, hogy most valóban nagy baj van-e, vagy csak egy kis keserés. 2,5 éve vagyok, úgy mint mondtam, Kézdivásárhelyen. Egészen más légkörben, városi, nagy, 4000-es gyülekezetben, mint mondjuk az addigi, szinte idillikus, most utólag visszanívó valósi, Pakolci gyülekezet. Rengeteg munkával, híveinknek a felkeresésével, családlátogatással, éjjel-nappal, szinte fiatalokkal és gyermekekkel való foglalkozással töltjük az időnket. És minden eszközt megpróbálunk megragadni azért, hogy visszatérítsük ezen az Emmausi úton sokszor eleltávolodó embertársainkat, híveinket, a lelki Jeruzsálemet, a templomot, az Isten közelségéhez. Nyilván, hogy a városi közösségek azért a tágabb területen is vannak, és nincs olyan ismertség, vonzás köztük, akkor kisé nehezebben is kapcsolódnak egybe egy közösségé. Az is sokszor gondot jelent nekünk, hogy rengeteg más elfoglaltság van, amivel a fiatalok, vagy akár az idősebbek is úgymond eltölthetik az idejüket, és az egyház számára, Isten számára kevesebb alkalom, mint. Ezek a nehézségek, de örömek is vannak. Az örömek azok, amikor az ember nem 10-15-20 embernek, hanem esetleg 300-nak, vagy ünnepeken 1200-1500 embernek hirdethet ígét, felemelő érzés ez, és nem mind Istentől. Én köszönöm szépen a meghívást még egyszer. Azt még nem mondtam el, hogy 12 éve vagyok lelkész, mert hogy kiderült abból, hogy mondtam, hogy 98-ban végeztem, de 12 év alatt egyetlen egy szolgálatra való felkérést mondtam vissza, azt is aznap reggel, amikor már nem tudtam beszélni, úgy elment a hangom egy megfázás következtében. Én minden meghívást el szoktam fogadni, mert egyfelől a lelkésztársaim, a gyülekezeteink részéről jövő nagy megtiszteltetésnek, másfelől Istentől jövő megbízatásnak tekintem azt. És hogyha egyetlen egy lehetőség van arra, hogy szolgáljak bárhol, közel vagy távol, kisebb vagy gyülekezetben mindig ott vagyok. Ezért örömmel vettem a meghívást, és bármikor máskor is szívesen eljöttem. Szent Imádról, Falváról, Kézdivásárhelyről. Köszönöm szépen!